Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, álnéven megjelenik a másik csatornámon, de ha elkészült a videó, akkor küldöm e-mailen keresztül a linket hozzá. A díjam az 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. De mindig vannak kedvezmények is, mint például jelenleg a Valentin napi kedvezmény, egy szerelmi jóslás védikus asztrológiával 6000 forintért, vagy egy szerelmi jóslás gyertyamágiával 6000 forintért, vagy egy szerelmi jóslás mediális üzenettel szintén 6000 forintért. Remélem, jól vagytok, és hogy szép idő van nálatok. Itt Mallorcán ma nagyon ködös volt az idő, most kicsit kisüt a nap, de ma reggel nem lehetett a ködtől semmit látni. És mielőtt mutatnám a kártyákat, azért hozzá tennék valamit, ami az asztrológiát illeti. Ez a felvétel február 7-én jelenik meg. És ezen a napon Mars bolygó egy jó kapcsolatban áll Neptun bolygóval. Ez nem csak ezen a napon hat ki, hanem a következő napokban is. Mars bolygó jelenti az élet erőnket. A kérdés az, hova kellene az erőnket befektetni. Neptun bolygó hatása alatt áll. Ezek lehetnek az álmok, vagy egy művészi terület, legyenek célok, ami összhangban van, ami álmainkkal, ami elképzeléseinkkel. Mars bolygó az jelenteti a férfiakat is, és Neptun bolygónak más hatása is van az álmokon kívül, mint például utalhat alkoholra, vagy kábítószerre, vagy csalásokra, mivel most itt jó kapcsolat alakul ki Mars bolygó és Neptun bolygó között, ezeket a problémákat most meg lehet oldani, különösen ami a férfiakat illeti. Szaturnusz bolygó szintén jó kapcsolatban van, ezen a napon és a következő napokban is Jupiter bolygóval. Jupiter bolygó az meg akar nagyobbítani valamit, kiterjed. És Szaturnusz bolygó, olyan mint egy kerítés, utal a határokra. Tehát itt lehetnek politikai események is, hogy legyen a határ nyitva, vagy inkább zárva, vagy jelenthet egy bírósági ügyet is, ahol most rendeződni fognak a dolgok, hiszen Jupiter bolygó jelenti az igazságot, vagy az igazságtalanságokat, lehet egy bírósági ügy, és Szaturnusz bolygó segít most rendezni a dolgokat. Vénusz bolygó az a szerelem bolygója, vagy utal ránk hölgyekre, sajnos most van egy rossz kapcsolat a kármikus csomókkal, kétúval és ráhúval. Kétú jelenti a múltat, ráhú jelenti a jövőt. Ha sokat töprengünk a jövő miatt, vagy vannak rossz emlékek a múltból, akkor az most korlátoz bennünket. A kapcsolat nem túl jó. Ha viszont most megtanuljuk azt, hogy a jelent éljük, akkor az ad erőt számunkra, az hoz szerencsét számunkra. Lesz egy változás, mégpedig jó irányba alakulnak a dolgok, mert Vénusz bolygó egy nagyon jó kapcsolatban van Uránusz bolygóval, és Uránusz bolygó jelenti a változásokat. És most rátérek a kártyákra.
Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mit tervez. Itt látható egy rossz hír, és itt ez a kártya utal a munkára, egy tevékenységre, vagy jelenteti a munkahelyedet. Ő ezen töpreng. Az lehet, hogy nálad vannak problémák a munkahelyen. Valaki támad téged, vagy jön egy rossz hír, vagy elbocsájtanak a munkahelyedről. Lehet, hogy ez a hölgy itt az ő gondolataiban nem téged jelent, hanem valaki mást, akinek problémája van a munkahelyen. Ez lehet valaki a családból, vagy lehet egy ismerős, vagy lehet egy kolléganő is. És itt vannak a hölgynél a problémák. A második kérdés, hogyan érzi magát? Mi bepillantunk az ő érzelmi világába. Itt te jelensz meg az érzelmeiben. Tehát ez a férfi nagyon szeret téged, és látni akar, itt van a találkozás, bókolgat neked. Ha téged érint ez a munkahelyi probléma, akkor ez a férfi ott lesz melletted, és vigasztal téged. Mit fog tenni? Ő jó szándékokkal, jó indulatúan közeledik hozzád, és itt van a szerencse. Ez a közeledés szerencsét hoz mindkettőtök számára. Sőt, azt is jelentheti, hogy ő felajánlja a segítséget. Ez lehet anyagi segítség is. És mi fűz össze benneteket? Erre megadja ez a magyar kártya a választ, amit a férjem készített. És megnézzük, hogy mi az üzenet. Itt van a D betű. Most elgondolkozhatsz azon, mit jelent ez számodra. Ez lehet valakinek a neve, hogy D betűvel kezdődik. Ez lehet egy falu vagy város is. Vagy egy fogalom. Például Dóra lehet egy név. És a régi írás, az itt középen látható, korábban a D betűt így írták. Ennek van egy szimbolikus jelentése is, amikor itt kereszteződik valami. Én úgy mondanám, hogy ez a vonal jelenti az élet utadat. És hamarosan elérkezel ehhez a ponthoz, amikor van külső befolyás, vagy egy találkozás, hiszen a sors utatok kereszteződik, vagy komoly döntéseket kell hozni, mert itt majd el fogsz gondolkozni azon, hogyan tovább, milyen irányba. És ez lehet itt egy munkahelyi változás is, és lehet vele ez a találkozás is. Ez a rovás írás, ez a régi írásmód hasonló, mint a germánoknál a rúna. Én ezt a rúnát találtam hozzám, ez ugyan nem ugyanaz, de hasonló, nagyon hasonló. Itt ez a szimbólum, vagy itt felül látható, és ez a rúna azt jelenti, hogy most eljött az ideje annak, hogy legyenek változások. A homok óra jelenti most ezt az időpontot, hogy legyenek döntések, változások, egy fontos találkozás, szerződések vagy beszélgetések. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Ha tetszett a videó, örülnék annak, ha feljelentkeznél a csatornámra, vagy lájkolnád ezt a videót. És annak is örülök, ha leírod a véleményedet a kommentárba. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderá!